Pap Robert, a torkos kisegér. Volt egy torkos kisegér, mohó volt a szentem, mit a szeme meglátott, fel is falta menten. Mondhatjuk, hogy ő volt az éléskamra réme, hatszor annyi evettő, mint amennyit kéne. Sorba ette nap, mint nap, mit a kamra kínált, minden finom falatot elpusztított mindjárt. Evet kolbászt, szalonnát, Evet finom tejfelt, répát, retket, mogyorót, még a hasa megtelt. Hízott csak a kisegér, kerekedett szépen. Akkora lett legvégül, mint egy nyúl a réten. Meglátta a gazdaszony, szegény Maris néni. Amit művelt egerünk, nem bírta már nézni. Elkapta a grabancát, kitette a szűrét, söprűnyéllel kergette megbosszulva bűnét. Minap látta újra őt, Csont és bőr volt teste, lent a piacon, reggel, délben, este. Minden morzsát megköszönt, amit elé de bíz nem volt az elég pocaknak, se hasnak. Van, hogy néha álmodik szalonnáról, sajtról, álmában még vigyorog a kisegér akkor. Visszamenne, ha hívnák örömmel a házba, de cincog itt szívesen, már senki se látja.